Csődbe mehet az export. Az afrikai sertéspest is azonnal leállította az ázsiai és japán exportpiacot hazánkban. Energetikai korszerűsítések. Több mint 1 milliárd forintból újulnak meg önkormányzati intézmények Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Fókuszban a civil szervezetek. 5 év alatt 3,8 milliárdról 6 milliárd forintra emelkedett az alapítványokat és egyesületeket érintő támogatások összege. Az állategészségügy kérdése nemzetbiztonsági kérdés. Egy ASP-vel fertőzött állat minden sertéshús exportot csődbe tud vinni. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Ezt Nagy István agrárminiszter emelte ki az állategészségügy helyzetéről szervezett konferencián Újfehértón. Az ASP, vagyis az afrikai sertéspest is még áprilisban jelent meg hazánkban, és abban a pillanatban leállt az ázsiai és japán export. Legutóbb szerdán a Borsodabaú-Zemplén megyei Tarcalon kilőtt vaddisznóban mutatta ki a Nébik laboratóriuma az ASP-t. A sikeres állattenyésztés kulcsa az egészséges állat, ezért kell az egész szakmának egy egységes állásponton lenni, és minden eszközzel megelőzni az afrikai sertéspest is hazai terjedését. Romániában idén márciustól már 952 házi sertésállományban és 72 vaddisznóban mutatták ki az ASP-t. 13 megye, 233 települése érintett az ügyben. A szomszédos országban már 320 ezer állatot kellett leölni a betegség miatt. Ma már az állategészségügy kérdése nemzetbiztonsági kérdésnek számít. Ezt az agrárminiszter emelte ki beszédében az újfehértói konferencián. Az állategészségügy olyan gazdasági tényezővé kezd előlépni, ami az egész nemzet gazdaságunkat áthatja és irányítja. Gondoljunk vele, hogy egy sertés megbetegedése az az egész teljes sertés nemzet ágazatot azonnal csődbe tudja vinni, mert minden exportunk abban a pillanatban meg tud szűnni. Tehát óriási felelőssége van minden tenyésztőnek, minden állatorvosnak abban, hogy teljességgel minden szabályt betartva azon előírásokat, amelyek mentén tenyésztenünk kell, és az állategészségügyi helyzetet fenntartanunk kell, azt mind betartsuk. Hiszen ha ez nincs meg, akkor felbecsülhetetlen az akár, amit okozni tudunk. Tehát egy-egy felelőtlenség az beláthatatlan következményekkel jár. Ezen túl Magyarország nemzetközi versenyben is van, ezért is kell még fegyelmezettebben végezni a munkát, tette hozzá Nagy István. Magyarországon először áprilisban jelent meg az afrikai sertéspest is Heves, majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Legutóbb szerdán a Borsodabaú-Zemplén megyei Tarcalon kilőtt vaddisznóban mutatta ki az ASP-t a Nébik laboratóriuma. Egyetlen sertéspestissel fertőzött állat csődbe viheti az egész sertéshús exportot, ezért is veszélyes gazdaságilag a fertőzés. A húsellátásunk alapját a sertéságazat adja a baromfi hús mellett. Ez a két ágazat teszi ki a teljes hazai húsfogyasztás nagy részét. A baromfinak a nagy része, a sertésnek a 20-25%-a megy exportra, de ha ez a 25% nincs és itthon marad a hús, az nagyban befolyásolja az árakat, ennek pedig az lenne a vége, hogy a termelők járnának rosszul, előidézve akár egy-egy csőd helyzetet is. A sertéspest is hazai megjelenése leállította az exportot is. Abban a pillanatban az ázsiai piac teljesen leállt, a japán piac teljesen leállt. Azon dolgozunk, hogy a magyar egészségügynek a hitelességét felhasználva a regionalizációs elvet tudjuk érvényesíteni ezen piacainkon, tehát hogy csak abból a körzetből ne vásároljanak sertéshúst, ahol a betegség felütötte a fejét, de a többiből igen. Jó ütemben haladunk afelé, hogy Japán újra megnyissa a kapuit, ez a mangalicások miatt nagyon-nagyon fontos, hiszen a mangalica exportunk zömmel Japán a fő vásárlóerő. Ezen túl a kínai belépési engedélyen is dolgozik a magyar agrárszektor. Ezek mind komoly diplomáciai és gazdaságpolitikai célok, közölte az agrárminiszter. A fő szempont pedig az, hogy a vírust meg tudják őrizni a vadsertés állományban. Ha a házi sertés állományba is átterjed, akkor nagy bajba kerül a hazai sertés ágazat.
Több mint 1 milliárd forintból újulnak meg önkormányzati intézmények Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium energetikai korszerűsítése elkészült, amelynek keretében mintegy 230 millió forintból újult meg az épület. A tervek szerint a következő években a város összes óvodáját és bölcsődéjét felújítják és energetikailag korszerűsítik. A fejlesztéseknek köszönhetően az intézmények rezsiköltségein jelentősen spórolnak majd. Új ablakok, szigetelés és új festés. Megújult a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium külső homlokzata. Az energetikai beruházás összköltsége mintegy 230 millió forint volt, melytől azt várják, hogy a fűtésszámlák csökkenése mellett az iskola biztonságosabb és élhetőbb is legyen a több mint 600 tanuló és az 50 tanár számára. Energetikai felújítás zajlott itt az elmúlt időszakban a Vasvári Pál gimnáziumban. Gyakorlatilag a teljes nyilászáró csere megvalósult. 40 éves műanyag nyilászárókat sikerült kicserélni. A teljes fűtésrendszer cseréjére sor került. Kívülről kapott az épület egy szigetelő réteget és egy nagyon szép festést, és a lapos tető vízhatlanítása is megtörtént. Azért volt erre szükség, mert rendkívül elavult volt az egész fűtési rendszer, és óriási volt az energiaveszteség, és remélem, hogy itt ezen a télen az is meglátszik majd a fűtésszámlánkban, hogy ez az új szigetelő rendszer és az új nyilászáró rendszer, ez takarékosságot jelent majd, kevesebb lesz a fűtésszámlánk, és nagyon fontos lenne, hogy a lapos tető a későbbiekben ne azzon benne legyen ebből sem a tornateremben, sem az aulában balesetveszély. Az intézményvezető hozzátette, további felújításokat is terveznek az iskolában, például a belső nyilászárók cseréje és a frissítő festések is aktuálissá váltak. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a beruházás átadása alkalmából elmondta, a jövőben korszerűsítik a teljes önkormányzati intézményrendszert. 6 óvodának a korszerűsítés, energetikai felújítása, és ott még más is volt, tornateremépítés, logopédus szoba, egyéb kiegészítő szükséges elemeket tartalmazott. Tehát itt az egész önkormányzati intézményrendszert szükséges korszerűsíteni, energetikai felújítását elvégezni, mert néhol tűrhetetlen állapotok voltak, de sokat léptünk előre, és ahogy ezt már máskor is mondtam, például az óvodák bölcsődék esetében következő 2 évben szeretnék teljes körben felújítani, azaz mind a 34 óvodát is ki lesz bölcsődét. A polgármester hozzátette, a következő 2 évben várható energetikai pályázatok mindegyike 100%-ban támogatott forrásból valósul meg. 5 év alatt 3,8 milliárdról 6 milliárd forintra emelkedett a civil szervezeteket érintő támogatások összege, hangzott el a Civil Információs Centrum által szervezett Nyíregyházi Információs Partnerségi Napon. A rendezvényen kiemelték, a megyében országos viszonylatban is jelentős számú civil szervezet működik, ezek tevékenységét pedig nagyban segítette, hogy az elmúlt években nagymértékben javult az őket érintő jogszabályi környezet. A Civil Információs Centrum szoros együttműködést tart fent a megyében az önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. A centrum célja, hogy a megye minden járásában és településén elérhetővé tegyék szolgáltatásaikat. Az aktív kapcsolattartáshoz járulnak hozzá az információs partnerségi napok, ezúttal a megyeházán rendeztek a civil szervezetek számára találkozót. Nyilván egy információáram átadás, amely közvetlenül az állami irányítástól jön, praktikus információkat is kapnak ugye a NAV-tól ilyenkor a civil szervezetek, és hát az önkormányzati partnerséget látom, sok polgármester kolléga is eljött a rendezvényre, tudjuk ápolni települési és megyei szinten is. A KSH tavalyi végi adatai szerint Magyarországon több mint 61 ezer alapítvány és egyesület működik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelkedik, mivel 28 ezer, vagyis az ország civil szervezeteinek közel fele itt található, amelyek a karitatív szolgálattól a kulturális tevékenységen át a szociális feladatvállalásig az élet minden területén jelen vannak. Sokkal olcsóbban, és az emberekhez, az állampolgárokhoz közelebbi módon tudják megvalósítani a közszélű feladatokat és a tevékenységeiket. A jogszabályi környezet az jelentősen javult, én azt gondolom az elmúlt években a
a civil szféra irányában. Van egy olyan hierarchiális struktúra, amely nem kívánja meg ugyanazokat az adminisztratív teendőket egy szabadidős tevékenységet végző egyesülettől, vagy egy asztaltársától, mint egy akár több milliárdos gazdálkodói tevékenységet végző egyesülettel. A magyar kormány szorosan együttműködik a civilekkel, és figyel javaslataikra. Emelte ki a rendezvényen a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Szalai Bobrovnicki Vince elmondta, az általa felügyelt nemzetközi együttműködési alaphoz a 61 ezer magyarországi civil szervezettől évente 16 ezer pályázat érkezik. 6 milliárdos alap, most már 6 milliárdos, de végig kell gondolni azt, hogy 2013-ban ez az alap még csak 3,8 milliárdos volt, tehát folyamatosan nőtt az évek során. Nyilván ebbe bele tartozott az is, hogy a kormányzat is emelte folyamatosan a civileknek a támogatását, de beletartozott az is, hogyha az ember az SZIA-jának az 1%-áról, tehát minél többen rendelkeznek civil szervezetek irányába, annál magasabb lesz ennek a NEA-nak az alap összege, a keret összege. Szalai Bobrovnicki Vince hozzátette, fontos változás, hogy a civil szervezeteket érintő támogatások a Bethlen Gábor alaphoz kerülnek át. Mint mondta, az új pályázatokat januárban írják ki a szervezetek számára, és várhatóan már tavasszal megindulhatnak a kifizetések. Újabb testvértelepülése van Újfehértónak. Nagy Sándor polgármester és a szlovákiai Vága polgármestere Adrián Kubica szerdán írta alá az együttműködésről szóló megállapodást. Újfehértó és a 2000 lelkes Vágmenti község tűzoltósága már évek óta szervezett közös rendezvényeket. Ezt a kapcsolatot emelték magasabb szintre a települések első emberei. Kezdetben elsősorban kulturális diák kapcsolatokra, tűzoltóság kapcsolatainak erősítésére, civil szervezetek együttműködésére vonatkozóan gondoljuk, hogy nagyon gyorsan lehet további kapcsolatokat építeni, és nyilván nem titkolt cél az, hogy amennyiben a gazdasági lehetőségük úgy engedik, akkor egyfajta gazdasági kapcsolat is kialakuljon ezzel a településsel. Október 4-e az állatok világnapja. Ilyenkor a szakembereknek lehetőségük van könnyebben megszólítani a gazdákat, és felhívni a figyelmüket a felelős állattartásra. Megyénkben még mindig sok a kóbor, általában nem ivartalanított kutya, ami komoly gondot jelent a menhelyek számára. Kicsit szegény pofa. Bár október 4-e az állatok világnapja, nem csak ezzel a napon kell szeretni házi kedvenceinket, hanem az év minden napján. Ehhez hozzátartozik az is, hogy megfelelően gondozzuk őket, és odafigyelünk az egészségükre. Ezzel kapcsolatban még mindig az ivartalanítás jelenti a legnagyobb problémát, amivel az Állatbarát Alapítvány találkozik a leggyakrabban. Hatalmas problémát jelent Szabolcs megyében is, illetve az egész országban az ivartalanítás hiánya. Úgy veszük észre, hogy az emberek még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy ez mennyire fontos, bár javuló tendenciát mutat ez a dolog. Tehát ezért egyre több gazdi tartja azt fontosnak, hogy a kedvence ivartalanítva legyen. Nem csak azért fontos ez, hogy a felesleges szaporulatot megelőzzük, hanem azért is, mert rengeteg betegség megelőzhető ezzel. Többek között a daganatos beteg és betegségek, gennyes méhgyulladástól kezdve is még sorolhatnánk, hogy miért is fontos ez. Reméljük, hogy egyre több ember lesz tisztában ezzel, és egyre több ember viszi el a kedvencét ivartalanítatni. Az alapítvány munkatársai számos rendezvénnyel próbálják felhívni a gazdik figyelmét ezekre a problémákra. A legközelebbi programunk az az Állatok Világnapja alkalmából lesz. Ugye az Állatok Világnapja október 4-én van, de mivel ez egy csütörtöki nap, és ugye hozzánk általában hétvégén látogatnak ki az emberek, ezért ezt a programot mi október 6-án szombaton szervezzük meg. Ennek az lesz a lényege, hogy jöjjenek le az emberek egy kutyasétára, vigyék el a kedvenceinket egy minimum 30-40 perces sétára, hiszen ugye 10 perceknek nem sok értelme van. És ahogy visszaérkeznek a menhelyre, egy profi fotós fog készíteni róluk egy néhány képet, amit utána le is tölthet. Ugye az interneten. Az Állatok Világnapja 1931 óta október 4-e, vagyis Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentjének halálának napja. Ilyenkor nem csak a házi kedvencekre hívják fel a figyelmet, hanem a vadon élő állatokra is. Az Európai Unió 28 országából 20-ban már betiltották a vadállatok cirkuszban való szerepeltetését, mert az állatokat veréssel, éheztetéssel és megfélemlítéssel törik meg és tanítják be a mutatványok elvégzésére. A magyarországi betiltásra is indult petíció, amit bárki aláírhat. Szigorodtak a közúti ellenőrzések. Októbertől rejtett trafipaxokkal is számolniuk kell az autósoknak. A döntés hátterében sajtóértesülések szerint az állhat, hogy az idén történt mintegy 7570 balesetből 254 volt tragikus kimenetelű,
ami magasabb szám a tavalyi adathoz képest. Az Európai Unió célkitűzései szerint 2020-ig a felére kellene csökkenteni a halálos balesetek számát. Jelenleg 5700 milliárd forintnyi készpénz van a gazdasági szereplőknél. Ez is elhangzott a József András Múzeumban szerdán nyílt kiállítás megnyitóján. A bankjegyekre írt Lengyel-Magyar Történelem című kiállítás célja, hogy a két nemzet történelmét tudatosítsák a diákokban. Azt mindenki tudja, hogy lengyel-magyar két jó barát, azt azonban már kevesebben, hogy 10 000 évre visszamenőleg valószínűleg létezett egy közös őse a két nemzetnek. Ahogy azt a hasonlóságot is kevesen tudják, hogy jelenleg mindkét nemzetnél 6 darab papírpénz van forgalomban. A lengyelek 10-es, 20-as, 50-es, 100-as, 200-as és 500-as papírpénzt használnak, míg nálunk magyaroknál az 1000 forintos a legkisebb. Ezekről a pénzekről és történelmükről szól a József András Múzeumban megnyílt, bankjegyekre írt Lengyel-Magyar Történelem című kiállítás. A fiatalokban szeretnénk a két nemzet, a két nép történetét jobban tudatosítani. Egyrészt a magyar diákokkal a lengyel történelmet, a lengyel diákokkal pedig a magyar történelmet. És ehhez a pénzt hívnánk, a papírpénzeket hívnánk segítségül. Papírpénzen keresztül, ahol uralkodók és neves személyek vannak rajta, azon keresztül próbáljuk egy oktatási projekt, múzeumpedagógiai projekten keresztül közelebb hozni a két nép történetét. Ezt a zsesovi kollégáink kezdeményezték ezt a projektet, és a Lengyel Nemzeti Bank finanszírozza. Egy különleges brikettet is bemutattak a kiállítás megnyitóján. Ez elhasználódott, feldarabolt lengyel 200-as zlotyikból készült. Ennek összértéke 175 000 zlotyi, ami átszámítva 13 millió forint. Ezeket a briketteket tüzelésre, fűtésre használják. A megnyitón a magyar pénzről is érdekes adatok derültek ki. Magyarországon 5700 milliárd forintnyi készpénz van a egyes szereplőknél. Ez egy hatalmas összeg, és az átlagos szintje sokkal magasabb attól, amit esetleg a jegybank is kívánatosnak tart. Nyilván, ha ez állampapírokba mehetne át automatikusan, akkor ez Magyarországnak a külső adósságát teljesen fedezni. Tehát van egy ilyen törekvés, hogy a készpénz minél inkább kerüljön át, és Magyarország pedig önfinanszírozóvá várjon. A kiállítás november 29-ig látható a József András Múzeumban. Megszerezte szezonbeli második győzelmét a Nyíregyháza Spartacus. A megbízott edző, Lengyel Roland által irányított Spari a listavezetőként érkező Békés Csabát verte 6-3-ra az MB2 11. fordulójában lejátszott mérkőzésen. A nyíregyháziak szombaton a Budafokot fogadják. Pénteken ismét idegenben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a szintén egy győzelemmel és egy vereséggel álló Budafokhoz látogatnak. A mérkőzésen még nem szerepel a nyíregyháziak új légiósa, az amerikai K.L. Lock. Az oroszlányi fellépés követően újabb idegenbeli meccs vár a kék cápákra, pénteken Budafokon lépnek pályára Busz Ivánék. A házigazda az első fordulóban 2 ponttal győzött Török Bálinton, majd 9 pontos veresége szenvedett a Vasas otthonában. A nyíregyháziak is egy győzelemmel és egy vereséggel állnak. Sitko Ernő szakmai igazgató szerint több játékelemben is fejlődniük kell ahhoz, hogy megnyerjék a mérkőzést. Mindenféleképpen előre kell lépnünk a kombinatív játékban, kicsit gyorsabban kell passzolnunk, egymást sokkal gyorsabban kell helyzetbe hozni, és a számunkra előnyösebb helyzetek kiválasztását sokkal nagyobb hatékonysággal kell befejezni. Úgy gondolom, hogy mi gyorsabbak leszünk most is. Nem kedvező az, hogy az ellenfél majd egy ilyen behúzódó védekezést, a gyűrű alávaló tömörült védekezést fog alkalmazni. Ugye ilyenkor, ha kimaradnak a külső dobások, akkor valahogyan belülről kellene feltörni ezt a védekezést, és nagyon nehéz, hogyha mindenki a palánk alatt áll. De úgy gondolom, hogy jó védekezéssel és gyors játékkal meg kell, hogy tudjuk ezt oldani. Éppen ezért el is mondtam, hogy miben kell előrelépnünk. Több passz, jobb helyzetbehozás, jobb helyzetbe kihasználás és sokkal gyorsabb játék. A nyíregyházi együttes megállapodott egy amerikai kosarassal, K.L. Lockra azonban még nem számíthatnak pénteken. Budafokon biztos, hogy nem fog pályára lépni, ugye a magyar szabályok szerint mérkőzés
kezdete előtti két nappal délig fönt kellene, hogy legyen a csoportos játékengedélyen az ő neve is, és a szerződéseket most fixáljuk, úgy gondolom, hogy néhány percen belül, vagy egy-két órán belül aláírásra is kerül. Én már ezt megtettem, várom vissza a szerződést. Róla annyit kell tudni, hogy úgy gondolom, hogy nagyon jó játékost találtunk, aki 196 centi és 2-től 4-es pozícióig bevethető. Azt várjuk tőle, hogy a lepattanóban mindenféleképpen nagy segítségére lesz a csapatunknak, illetve természetesen, amit egy légióstól példát mutat, egy kicsit vezeti a csapatot, és megmutatja azt a mentalitást, amit ő az amerikai egyetemi bajnokságban tanult, és bízom benne, hogy azt el is hozza ide hozzánk. A harmadik fordulóból a budapesti Honvéd nagykörös meccset novemberben rendezik. A további párosítása következő Oroszlány Bonyhád, MTK Török Bálint Vasas, Budafok Nyíregyháza Blue Sharks, Békés Miskolc, PVSK Veszprém és MAFSZ BKG Prima Ese. Sikerrel vette a második fordulót Fucsovics Márton a 4,6 millió dollár özdíjazású pekingi ATP 500-as tornán. A világranglista 45. helyén álló nyíregyházi teniszező a 22. helyezett, 8. kiemelt olasz Csekkinátót verte 6-4-6-2-re. Fucsovics ellenfele a következő fordulóban a Fonyini Rubljov mérkőzés győztese lesz. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Legutóbb szerdán a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tarcalón kilőtt vaddisznóban mutatta ki a Nébik laboratóriuma az ASP-t. Az állategészségügy kérdése nemzetbiztonsági kérdés. Egy sertéspestissel fertőzött állat minden exportot csődbe tud vinni. Hazánkban a fertőzés áprilisi megjelenése azonnal leállította az ázsiai és japán exportpiacot. Több mint 1 milliárd forintból újulnak meg önkormányzati intézmények Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium energetikai korszerűsítése elkészült, a következő 2 évben pedig a város összes óvodáját és bölcsődéjét fel szeretnék újítani. A korszerűsítések célja, hogy energiahatékonyabban működjenek az intézmények. 5 év alatt 3,8 milliárdról 6 milliárd forintra emelkedett a civil szervezeteket érintő támogatások összege, hangzott el a Civil Információs Centrum által szervezett Nyíregyházi Információs Partnerségi Napon. A rendezvényen kiemelték, a megyében országos viszonylatban is jelentős számú civil szervezet működik. Ezek tevékenységét pedig nagyban segítette, hogy az elmúlt években nagy mértékben javult az őket érintő jogszabályi környezet. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 4-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, száraz időre van kilátás. Döntően anticiklon, a benne uralkodó, leszálló légmozgás alakítja térségünk időjárását. Az éjjeli órákban derült idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is derült, napos, száraz időre lehet számítani. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton is folytatódik a napos, száraz időjárás, és erősödik a nappali felmelegedés is. Vasárnap, illetve hétfőn átmenetileg változékonyabbra fordul az idő, és a változóan felhőség mellett elszórtan záporok is kialakulhatnak. 2-től ismét sok lesz a napsütés, és csapadék már sehol sem fordul elő. A maximum hőmérséklet általában néhány fokkal meghaladja a sok évi átlagot, és enyhébbek lesznek az éjszakák is.